Én nekem az az érzésem, hogy a párt anyagi részét biztos, hogy a Boruss meg a Szabadai vezeti. A párthoz kötődő alapítványok mindegyikébe kuratóriumi tagok vagy elnökök. Tehát a párt mögöttes pénzügyi manipációk azok az ő kezükben vannak. Szerintem Magyarországon majd nincs ilyen párt, amelyik a egy tagra vetített anyagi helyzete ilyen jó. Nincsen. Nincsen, mert van gyakorlatilag 50 tagja a pártnak, ehhez van egy nagy apparátus, van egy belvárosi félemeletű iroda, van nem tudom hány fizetett alkalmazott, és van három alapítvány mögötte. És ezek csinálják a dolgokat. Nem lehet belelátni, én sem látok bele, hogy a politikai döntések hol születnek.